2020 végén a koronavírus miatt általános volt a tilalom szilveszterkor, idén azonban nem marad el a tűzijátékozás, így aki szeretne, kedvére gyújtogathat egészen január 1-én reggel 6 óráig. Szekszárdon 18 helyen árusítanak pirotechnikai eszközöket. Rajnai Áron eladó azt mondja, hogy népszerűek azok a tűzijátékok, amik nem durranak, inkább fényefekttel járulnak hozzá a szilveszteri hangulathoz. Most már mindenkinek elérhetőek olyan tűzijátékok is, amik azért elég nagyot szólnak, tehát hogyha most megvásárolják ezeket néhány ezer forintért valaki, akkor elég szép tűzjátékot lehet ezekből csinálni, szerintem ez mindenkinek élvezhető, úgyhogy szerintem, hogyha eddig még valaki nem próbálta ki, és esetleg nincsen kis állat a közelben, akkor érdemes kipróbálni. Nagyon fontos, hogy a tűzijátékokat mindig megbízható helyről szerezzük be, és használat előtt minden esetben olvassuk el az útmutatót. Itt, amely nagyon fontos információk lesznek számunkra, az egyszer példa telepítésével kapcsolatos tudnivalók, ilyenek a védőtávolság, ez ugye eltérő a különböző pirotechnikai eszközök esetében, ezt feltétlen tartsuk be. A telepítésük megint csak körültekintést igényel, tehát nem mindegy az, hogy most egy családi háznak a kertjében igyekszünk ezeket elműködtetni, vagy éppen egy társas háznak a kertjében. Nyilván oda is vonatkoznak különböző szabályok, tehát itt esetleg a házi rendet érdemes végigolvasni ezzel kapcsolatban. Köves Péter azt is elmondta, fontos, hogy száraz, sugárzó hőtől védett helyen kell tárolni a pirotechnikai eszközöket, ha pedig véletlenül nedvesség ér egy ilyet, semmiképpen nem szabad már elhasználni. A következő szempont azok pedig a kis házi kedvencek lennének, ezek őket igyekezzük lehetőség szerint a házban tartani, folyamatosan visszatérő probléma az, hogy elkoborolnak, adott esetben esetleg másokat is ezzel veszélybe sodorva, vagy csak szimplán nem fogjuk ott találni majd a kandallón mellett a kiskutyánkat. A tavalyi kimaradt szezon után a piac optimistán várja az idei szilveszteri időszakot, a pirotechnikai eszközök rajongóinak pedig jó hír, hogy áruhiánnyal várhatóan nem kell számolni, miután 2020-ról megmaradt teljes egészében a raktárkészlet. Az árusok egyébként kötelesek a megmaradt pirotechnikai eszközöket visszavenni, pénzt viszont nem fizetnek vissza.